Na, sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Arra gondoltam, mert hogyha már ilyen kényszerpihenőn vagyok, és egyébként sokszor kérdezitek, hogy ezt bemutatom, azt bemutatom-e, akkor most készültem nektek egy olyan díszítésre, ami igazából nem egy annyira bonyolult díszítés, mégis nagyon látványos. Tehát én most ezekre a docokra eléggé rá vagyok kapva, úgyhogy ezzel fogom elkészíteni ezt a kis málnát. Szerintem elég menő lett. Na, de akkor szerintem vágjunk is bele. Na, az alapszínem az a 87-es brássengó. Ez egyébként egy ilyen nagyon jó kis, hát baby pink, nevezük baby pinknek. Tök jó. Ő lesz a mi kis alapunk. Mivel, hogy brássengó volt, ezért én teljesen kiköttettem, és utána lemattítottam. Ez nem akartam igazából időt időt elvenni, nem tudom, fingom nincs, hogy ezt hogy kell mondani, már magyarul, az előbb meg németül csináltam. Nem baj. Az a lényeg, hogy le van mattítva. Na, de mi jön most? Hát látjátok, nekem itt van a kis színpalettám, és ezekben igazából dizájnál zselék vannak, és most én annyit fogok elkészíteni, hogy fogom magamat, hát ez az előző videó miatt még most egy picit tele van színnel. Jó, nem picit, ez nagyon tele van. Aha, erre ráizgult a kamerám, úgyhogy ezt elpakoljuk. Jó, tehát Shadow Etchet-et szoktam használni, ez nekem az egyik kedvencem. Mint ahogy látjátok, maradt is benne festék, és ez azért nagyon jó nekünk, mert nekem nem is kell más. Tehát, hogy én nekem ez nem kell, hogy ilyen tökéletesen fedjen. Látod, benne maradt egyébként a burgundi is. De ehhez fogok tenni fehér dizájnát egyébként, és akkor ilyen kis csíkokat fogok most húzigálni. Ez nem kell tökéletesnek lennie. Ja. És akkor ezt fogom most itt a másik oldalra ugyanígy elkészíteni. És akkor ami fontos a dizájnás zselékről, amiket tudnunk kell, hogy mindig két réteg között 15 másodpercet szoktunk köttetni, hogyha szeretném igazából a következő réteget rátenni. De itt is az, hogy lehet vastagabban feltenni, lehet vékonyabban, ez most itt nem kötelező. Egy pöttyöt veszek, tehát tényleg nagyon keveset a burgundi színű dizájnerzseléből, és azt is így felteszem. Ezt én úgy gondoltam, hogy ez a szín elég illik amúgy a mi kis málnánkhoz, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ezzel így egy picit kiegészítem, mert ez itt szerintem tök jól néz ki. Na, és hát látjátok, hogy azért nem erőltetem meg magam, tehát a csíkhúzogatásban szerintem mindenki nagyon jó. Ez nem kell egyetemi professzornak lenni, úgyhogy egyné. Nagyon tökéletes. Pancsi mindjárt rá is közelít. Jó, azért ebből még húzok, ha bár úgyse fog látszani. Tehát. Na, és akkor ezt most, ahogy ígértem, 15 másodpercig fogom kötetni. Ettől lesz az, hogy egyébként, én megmondom őszintén, nekem ez egy picit a joghurtos dobozra szokott emlékezni, pont ezeket a színeket szokták használni, hogyha ha ilyen el akarják adni mindenképpen a gyümölcs joghurtjaikat, úgyhogy én is ezért választottam ezeket. Na. Ez, hogyha megvan. Én most meg fogom ezt ismételni, csak azért, mert szeretném, hogy egy picit intenzívebb lenne maga ez a szín, tehát én a fehérből egy kicsit többet fogok tenni. És akkor most fogjátok látni, hogy azáltal, hogy csak negyed óráig, hát azért úgy itt ülnék egy darabig, tehát 15 másodpercig kötöttem, ezért hogy most egy picit erősebb is lehet a fehérem. De ezt most megint beteszem 15 másodpercre, viszont én azt szeretném, nem csak nem mindig azt mutogassam. Na, én azt szeretném, mert ide fogok tenni egy kis transfer fóliát, mert nekem ez a heppem. Várj, csak közben meg köt, mint az állat. Jó, megvan. Ezért most fogom a kis nélát glúgélement, őt, és teszek rá egy keveset. Ami fontos, hogy olyan ecsetet használj hozzá, amit már így annyira úgy nem a kis szíved csücske, mert azért a glúgia az egy kicsit olyan rafinált, tehát az szét fogja, tönkre fogja tenni az ecsetedet, jó? Nagyon vékonyan fogom feltenni, mert nincs rá szükségem, hogy vastagon legyen rajta. Jó, és akkor ezt is ilyen random, tehát nincs arra konkrétan
Ezt most szerintem, ahol ott látszott, hogy chill, oda raktam. Ezt én most ilyen konkrétan 20 másodpercig fogom kötetni. Több nekem nem kell, mert én kérem tehát nekem amúgy is ragacsosra köt például a nélált glúgél. De én most azt szeretném, hogy ez tutira beleragadjon, ez a transferfólia, amit egyébként most per pillanatról túl nem látok, hogy hova rakom. Ja, itt van, megvan. Igen, tehát, hogy a transferfólia tutira beleragadjon, köszönjük a kötetést, jó, és akkor az a lényeg, hogy amikor transferfóliázol, akkor nyomd rá, tehát nem két tízig finomkodni. Jó, rányomod, az kész. Megvan? És akkor, na most ez nekem kb. Itt lefette, amit én megcsináltam, de ez nem baj, mert én egy kicsit így is akartam, mert most be fogom koszolni megint ugyanazzal a designer zselével, amit az előbb csináltam, csak kicsit húzigálok még rá. Csak én azt is akartam, hogy itt alul is legyen például, hogy meg legyen rajta ez a... Tehát, hogy ott drájdésebb lesz a hatása. Most ezt nekem elhiszed, nem tudom, mennyire látszik. Na, rakom rá a fehéret, és akkor utána rakok még rá a burgundival egy nagyon minimális mennyiségűt, csak hogy meglegyen a joghurt effektem. Na. Oké. Nem tudom, néha azon gondolkozok amúgy, hogy mennyivel másabb, amikor németül beszélek, mert akkor, hát én ilyet nem mondtam bele, hogy úgy néz ki, mint a joghurt, pedig szerintem úgy néz ki, mint a joghurtos doboz. Na mindegy. Jó, és akkor ezt most teljesen ki fogom köttetni. De az sem baj, hogyha nem kötteted ki teljesen, mert ami most következik, az lesz ez a nélár doccozás. A nélár doccom az most itt a 8-as. Na most, a 8-asban van nekünk ilyen tuti kis türkis színünk, amire semmi szükségem nincsen. De van nekem egy ilyen kis tálkám, és én ezt ki szoktam szórni, mert így akkor, ha puzzle-oznom kell, ez egy valamivel gyorsabban megy. És akkor itt előveszem azt a kis ecsetkémet, amit hátsúrikámat így kiszanáltam erre, és fel fogom tenni a nélált glúgélt. Na, amit ide tettem, jó, megvan. Jó, tehát nélált glúgél. Látod? Nézed meg. Úgy. Ezt ide a közepére beteszem. Most az a lényeg, hogy nem kell finomkodni itt a méretekkel. Legyen jó nagy... milyennek a neve? Na, azonnal megmondom, mála. Itt most csinálunk egy góliát málnát, jó? Tehát, hogy így nem kell az... Tehát az ilyen kis minyori díszítésekkel az a baj, hogy saját magadat szivatod meg, mert a vendég úgyse tudja. Egyébként meg tök jól fog kinézni, hogyha nagyobb is az a málna. Úgyhogy nem kell itt aggódni, hogy hú, ez túl nagy lett, hogy úristen. Tehát most nem fogom az egész körönfelületet docccal kirakni, de ahhoz, hogy meglegyen ez a szép formája a málnánknak, és azt sem baj egyébként, hogy nagyon picivel többet teszel rá. Tehát, hogy úgy értve a glúgél, hogyha úgy esik, akkor nyugodtan, mert kell, hogy úgy bele tudjon ülni rendesen a docc. Oké. Na hát nekem van egy ugyanilyen nullás ecsetem, amit már kinyírtam. Látod, már még a nulla sincs rajta. Ezt szoktam doccozáshoz, vagy egyébként kövezéshez használni. Tehát amikor a követ beleteszem a vendégnek a körmébe. Ja, megvan ugye a legnagyobbik doccunk. Mert hogy egy kb. Egy három méret van benne. Na most én a legnagyobbat, ezt mindig így középre teszem körülbelül. És az lesz nekem a mérvadó. Oda teszek mellé egy másikat, és próbáljuk meg egy ilyen félkör alakot kiírni. Nem lesz helye szerintem, mert nem csináltam akkora nagy helyet a kövinek, mint a következő sornak, úgyhogy ezt én most így, látjátok, hogy én most próbálom így kirakosgatni. És az a lényeg, hogy egyhogy csak ezt a ilyen kis pink-lila multikoloros színt próbáljátok meg eltalálni. Ha egyébként úgy sikerül, hogy mondjuk itt egy nagyon picurke hiányzik, akkor ki tud egészíteni a picivel. Tehát, hogy a legkisebb mérettel. De azért próbáljuk meg, hogy mint ahogy vannak a málna szemek, azért próbáljunk meg málna szerűséget alkotni. Jó? Na. Akkor én itt ezt ide beteszem, mert már a közé. Na, nézed, már nem akarja az én igazamat. Jó, ezt is ide ráhelyezem. És mivel jövök a színére, ezért már most már elkezdem inkább ezeket a picikéket pakolgatni. Mert így akkor biztos vagyok benne, hogy jó helyre fog kerülni. Tehát, hogy nem lesz ilyen
Tehát Góliát lesz a Málnám, de egyébként térhatásban úgy van, hogy ami messze van, azt mindig kisebbnek látjuk, ezért fogjuk mindig a szélére rakni, jó? Akkor most itt, jaj, de jó, beleraktam a... Na mindegy, hát kicsire nem adunk. Kiraktam az előző videómba egy nagyon picurka extra tompot, és sikerült beletennem a tárcámat. Hát mindegy, szép vagyok, nem okos. True story. Na mindegy, akkor azért én ezt itt pakolgatom, és akkor látni fogjuk, hogy... És mondom, az sem baj egyébként, hogyha az egyik egy picit a másikra megy. Mert amikor ránézem mondjuk egy ilyen Málnára, jó, nem azt mondom, azok úgy állnak ilyen katonasorba, de az nem a mi Málnánk, jó? Tehát, hogy ez attól lesz ilyen kis tuti, hogy nem áll olyan tökéletesen, jó? És akkor itt ezt picit így helyére rakjuk. Jó. És akkor próbáljuk meg ezt a málna formát azért hozni. Egy életünk, egy halálunk. Na, nézd, már elbújtak nekem ezek a picikink. Jó, és itt az aljára, itt már azért ott egészen az aljára. Már csak tényleg ezeket a kicsiket tesszük, mert egyébként oda már nem, tehát hogyha megnézed egy málnát, ott sincs már ilyen nagyobb szem, tehát a legnagyobb szemek egyébként mindig itt középen vannak, meg legfelül, de most ezt nem tudnám a docokkal úgy elkészíteni, szerintem, hogy ez úgy is nézzen ki, ezért jó az, hogy nem kell tökéletesnek lennie. Mert ez most ez csak egy nélát. Oké. Na. De ez a dumával elmegy itt az idő. Látom. Na. De. Készen van. Ennél többet én nem akarok rátenni. Ez majd, tehát ezt most be fogjuk tenni a... Hát várj, egy nagyon picit ezt arrébb rakom, mert különben nem fog átjönni a... Jó. Így, né? Ezt berakom egy durván 30 másodpercre, hogy kikössön. Nem baj, hogyha ha ez most ilyen ragacsosra köt, mert a következő lépésünk az lesz, hogy én ezt mattexatoppal fogom lefedni. Miért a mattexatopot választottam? Éppen választottam volna a sima extra toppot is. De ezt egyébként rátok bízom. Tehát nekem most az tetszik, hogyha megnézed ezt, hogyha így forgatom, olyan, mint, tehát a docoknak, ahogy így forgatod, olyan, mint hogyha világosabb, sötétebb lenne, egyébként a szem, tehát a málnának a szemei, viszont hogyha pedig én ezt most a extra toppal fettem volna le, akkor, hogyha megnézed, ezek multikolorosak. Na most azt generál tudjuk mondani, hogy ha matt extra toppal feded le a docokat, vagy a csillámporokat, amik egyébként multikolorosak, elveszítik a multikoloros fényüket. Ami azt eredményezi, hogy ilyen tutiket. Látod? Azért megvan itt a különbség, látod? Az ott multikoloros, ez meg ilyen tök jó, ilyen kis pink színű lett. Ja. Mondom, rátok bízom, ez egyéni döntés, hogy nektek melyik tetszik. Nekem azt tetszik, hogyha ez egyébként elveszíti ezt a multikoloros hatását. Mindjárt megmutatom nektek. Hopp, volt valami kis szuszi. Tehát, hogyha úgy fednéd le, hogy... nem extra top, vagy na, tehát pont az, hogy extra top, addig meg tudom mutatni, még be nem teszem a lámpába, hogy akkor meg így nézne ki. De én most ezt szeretném. Jó, akkor mehet 60 másodpercre a matex topa a lámpába. Aki esetleg a matex topot nem ismeri, annak elmondom, hogy a matex top az egy olyan fedő zseli, ami matra fog kötni, és nem képes semmilyen ragacsos réteget, tehát, hogyha ezt kikötött, akkor örülünk neki, és akkor készen van. No de, mi jön ezután? Mi a következő lépés? Hát, ha ez már megvan, akkor lesz az, hogy én már ezt így előre nyilván kikeveltem, nem fogom közel venni, mert elcsúszik a kis tárolókám, de ezt most te elhiszed nekem. Van nekem egy olyan Shadow Art ecsettel, amit most itt van, megvan. Shadow Art ecsettel el fogom készíteni a
leveleket. A leveleket egyébként én nagyon szeretem a Military Green és a sárgának a keverékét, és hogyha megnézed, ezt leszinskáláztam ahhoz, hogy én ebből utána tudjak árnyékokat, illetve highlightot készíteni. Jó, ez most már túl is kötött. És látod, most már ilyen kis cuki rózsaszín lett, vagy pink, vagy milyen színű. Nos, akkor most elkészítem, ezt fogom áztott. Ez most nagyon egyszerű a képlet, picivel több sárga, mint a militári zöld. És akkor egyébként szerintem kb. Ilyesmi színe lehet a sima zöld designer zselének is, de én ezt most például kikevertem, mert egyébként lehet ezeket kevergetni. No, látjuk, látjuk, Zárgud. Oké, akkor elkészítek itt egy levelet. Nem kell túl ilyen dundi levelet csinálni, én csak most nekem így sikerült. Tudom, még jól fog kinézni. Mert a málnának nem olyan a levele. És hogy megnéztek, direkt ráfestek egyébként a docokra is, mert hogy az is lényeg. De jó, hogy mindig elmásodik. Jó, most már látod. Mit tetszik neki a háttérbe vajon? Na mindegy. Jó, ezt most elhiszed. Gyorsan ráfest. Hát ez hihetet. Lehet az, aha, nélet, krugé, nem. Ez eddig ezt nem csinálta. Most jó. Oké. Sikerült. Megszültem. Jó, tehát megy a levelecskere, és akkor nyugodtan rákelheted a ajszére, mert most már le van fedve tulajdonképpen. Jó, és akkor legyen azért egy harmadik, mert két levél nekem kicsit kevés lenne. Jó, még mindig látszik, nagyon örülök neki. Jó, szubi. És akkor ezt itt befejezzük. És akkor nyugodtan így lehet ezt így egy picit úgy kifele hozni azt a levelet, mert a málnának ilyen a levele. Tehát, hogy inkább így kifele csapódik, nem meg ilyen picit olyan recésebb. Na, és hát akkor itt megcsinálom ezt a szárát neki. Ez úgy gondolom nem egy annyira bonyolult díszítés. Látványos, és örül neki a vendég, tehát, hogy ezt még meg tudod csinálni. És be is tudod gyakorolni, ezt hogyha kirakod, hogy hú, na, csajok, vége a koronavírusnak, most már lehet nyára készülni, itt a málna, ne. Na, igen, szóval, de visszatérve a témára, 15 másodperc a lámpával, mert designer zselével dolgoztam, és a designer zselé a két réteg között így veszi fel a legjobban a másik réteget. Kitolom picit az ecsetemet, mert most sötétebben fogok dolgozni. Mivel fogok dolgozni? Hát ez a sima military green lesz, tehát ez a, amit meg tudsz te is vásárolni, és nem kell semmit tenni hozzá. Hova teszek? Oda teszek, ahol van például a közepe az én kis száromnak. Hogyha úgy érzed, hogy ebbe te nem vagy annyira tuti, nyugodtan lehet, ez nekem kicsit sok lett, nyugodtan lehet nullás ecsettel is felvinni. Én ezt most így megspórolom, mert lusta vagyok. De jó lesz. És akkor elkezdem itt egy kicsit így satírozgatni. Ide is teszek, mert úgy gondolom, hogy ez lesz az árnyékos része, ez az oldal. Akkor veszek még fel egy picit a... És akkor ahol találkozik, de a harmadik levél van, oda fogok még árnyékot feltenni. Csak egy kicsit úgy behúzogatom, nem kell tökéletesen, de azért látszódjon, hogy az ott egy levél. Jó, és akkor a szárán pedig ezt az oldalt fogom árnyékolni, úgy döntöttem. Látszik, látszik, szupi. Jó. Ezt én megcsinálom mindjárt még egyszer, csak egyel sötétebben, mert itt viszont már, ja, jó, egy picit közel húzom, remélem nem csúszik ide. Na igen, ezen a részen már az van, hogy itt van az én sima
dizájnerem, a Military Green, és ehhez tettem, itt például ehhez barnát tettem, itt ezt látod, hogy egy picit mondjuk több a zöld, mint a barna, itt meg több a barna. Meg itt van egy olyan rész, ahol feketét meg Military Green-t kevertem, meg a barnát is. Tehát, hogy én inkább így ez a szezont a fazonnal én összekeverem. Tehát ne gondold azt, hogy ismertél minden kombinációt, tuti van hozzá egy új kombim. De lényeg, hogy ez most itt fekete és Military Green-nek a keveréke, és ide fogok nagyon a picit a tövébe, tehát hogy mert ott azt már tényleg csak annyit szeretném, hogy egy minimális árnyékot vessen. És az a lényeg, hogy itt a közepében mindenképpen kell, mert egyébként ott az tuti, hogy árnyékban van. Jó, ezt is így felhozom. Jó, már látszik tuti. Jó, nagyon keveset teszek megint ide, mert itt fog árnyékban lenni. Meg akkor ide is teszek, de akkor figyelek arra, hogy ne menjek arra a része nagyon rá, amit az előbb felfestettem. És itt kitörlöm az ecsetemet, és el fogom kezdeni amúgy elsatírozgatni, tehát nem kell tökéletesnek lennie, de azért ne legyen olyan túlságosan látható se. Ja. És akkor ez így itt meg vagyok. Mivel, hogy én a lustábbik fajtája vagyok, meg én szeretek időt spórolni igazából, ezért lesz az, hogy na most itt látod, most elveszem a mintámat, hogy látszódjon. Tehát nekem itt van még mindig a középső, a Military Green-em, ahhoz tettem sárgát, meg sárgát, meg sárgát, még sárgát. És itt a sárga. Na most, ebből a több sárga, mint Military Greenből fogok egy minimálisat venni, de tényleg ilyen rohadt picit, jó? Tehát én tényleg nagyon-nagyon picikét, most nem tudom, mennyire látszik, fog az látszani. Jó, látod, nagyon keveset vettem, és még ez is lehet talán túl sok lesz, nem baj, meglátjuk. És ide fogom tenni csak egy kicsi highlightnak, mert nekem ez úgy tetszik. Jó, és akkor itt megvannak a highlightok. Tehát ha megnézed egyébként ebbe a málnába, igazából ami nehéz, az talán a levél, de az se annyira nagyon nehéz. Jó, és akkor ezt most egy perverzióból kiköttetem teljesen, és addig készítem elő, mert ezt megint rátok bízom, hogy ha nem akartok mondjuk ilyen fényes levelet, akkor mondjuk akkor a extra top, vagy matt, igen, akkor van matt extra top. Én most kipróbálom, mert én eddig csak fényeset csináltam, úgyhogy matt extra toppal fogom feltenni. Amire figyeljetek, én amit észrevettem az üzletben, tehát amikor dolgoztam vele, hogy a matt extra top egyébként picit szelet levegőre is kötni, úgyhogy mindenképpen mossátok ki az ecsetet a matt extra top után, mert beleköt. Tehát, hogy így ténylegesen ott lesz egy ilyen pötyi utána. Tehát, és akkor így, tehát hogyha mit tudom, én most ide kiraktam egy pöttyöt, és hogyha ezt most itt hagynám, elmennék egy óra múlva, ez már így elmattulna. Ezt nem tudom megmagyarázni, de egyébként ezt vettem észre. Szóval az fontos, jó, ez most már nagyon, nagyon át van kötve. Az fontos, hogyha például én ezt most fel fogom tenni egy nullás ecsettel. Csak előbb kitörlöm, mert az előbb nem sikerült. Jó, kitakarítom, csak azért, hogy ne legyen foltos. De igen, tehát hogyha én ezt nullás ecsettel felteszem, akkor utána nekem ezt muszáj ki mossam ezt az ecsetet, tehát nem lustálkodunk, tessék megszokni, hogy mindig takarítjuk az ecsetet, mert különben kinyírod. És ahhoz úgy gondolom, ez egy picit úgy drága játszás, hogy mindig ecsetet kelljen venni. Ne legyél én, aki konkrétan szerintem már azért van 70 ezer ecsetem, mert párat már kinyírtam. Na igen. Jó, arra figyelünk. Egyébként, hogyha kimész a vonalból, nem akkora nagy tragédia, mert amúgy is matt a felületed. Jó? Jövök ide feljebb, itt jobban látod. Oké. A dizájnerek olyanok egyébként, hogy nem lenne kötelező lefedni őket, mert hogyha eléggé kikötteted őket, akkor nem, tehát kontúrozásra is szoktuk használni. Viszont én úgy gondolom, hogyha teszel rá egy matex a topot, akkor igazából a felülete ilyen kicsit egyenletesebb lesz, úgyhogy én mindenképpen lefedem.
Ja, inni. És akkor ezt most megint 60 másodpercig kiköttetjük. És most jön az, hogyha esetleg nem ismered a trükköt, fogunk egy fénzselét. Én most nekem ez az extra top van itt. Ebbe raktam bele tulajdonképpen a kis tálkámat. Ott is megmutattam szerintem, hogy kell kitakarítani az ecsetet. Na igen, és kitakarítod. És utána leszeded a hegyéről a maradék. Jaj, de jól néz ki már az. Kezdjünk. Na igen, tehát leszeded róla, és jaj, már megint ez az extra, vagy mattex, és hegyben végződően fogod tárolni, lefele tartva. Azért van a kupak neki. Jó? Na, mert azt képzeld el, tehát hogyha fordítva rakod el, akkor tehát onnan tudod, hogy jó még az ecseted lényegében, hogy nem rakod, ups, jó van, nem érzem a, vagy mi az a kesztyűben. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem rakódott le semmilyen festék maradéka itt a hegyén. Ott a hegyén, és ezért tök jó vonalakat lehet még vele húzni. Na most én kontúrozni fogok. Megteheted a kontúr pintkével is, a fehérrel. Én legalábbis fehérrel fogom elkészíteni, mert megcsináltad a designerrel is. Azért fogom most designerrel megcsinálni, mert nem tudom, hova raktam majd szét a kontúromat. Itt van a kofferem, biztos, csak nekem is hirtelen össze kellett mindent pakoljak, és hát őszinte leszek, azért itthon nem annyira kényelmes díszíteni, mint bent az üzletben. De nem baj, hát ez most ilyen ez a pop szakma, úgyhogy itthon csücsülünk. Jó, és akkor én ezt most bekontúrozom szépen. Nagyon kis szép vékony vonalkákat húzok. És mivel egyébként a... Látod? Vékony. Mivel a... mindjárt eszem, málna. Igen, tehát a málnának ilyen kicsit olyan cakkos a levele, ezért nem fogom olyan... Tehát majd mindjárt húzogatok bele ilyen pici vonalkákat. Igen, és akkor azt fogod látni, hogy akkor az megadja neki ezt a hatást, amit ő ilyen tök menőn néz ki. Körül befejezem a kontúrozást. Jól látszik, szupi. Mindig ellenőrzöm közben, hogy minden látszik el, mert hogyha nem, akkor sajnos most nem tudtok nekem sikítozni. Úgyhogy pár dolgot, hogyha nem sikerült, akkor el kell képzelni. Hogy a fantáziátokra bízom néha, valószínűleg, ha én se veszem észre. Jó, akkor elkészítem megint a kontúrját a kis szárának. Az a baj egyébként a mobilaknak a kamerájával, hogyha valami kis picurka dolog van a háttérben, amit észre se veszel, mert tényleg annyira kicsi, arra itt ráfókuszál, és akkor végül is megszívtad. Jó. Na és amiről beszéltem, tehát itt én kis pici cakkokat így belehúzigálok, és akkor ekkor lesz az a hatás, hogy egyébként a maga a málna. Levél az amúgy egy kicsit ilyen cakkos. Jó, megvan. De olyan lesz. Itt ennyire kell, ott annyira nem kell röltetni. Ide húzok még csak, mert hogy ott a közepe. Jó, itt is ide húzok még, mert itt a közepe. És akkor még ide húzok még egyet, mert itt is van egy levél közepünk. Jó, megvan. Na, hát ez a kis málna, amit én ma nektek hoztam. Ezt lehet gyakorolni. Sajnos azt kell mondani, hogy időnk, mint a tenger, úgyhogy ha gondoljátok, tegyétek ki nyugodtan az én saját oldalamra a Szilvia Dobó hashtag Nailtechlife-ra. Tökre örülnék neki. Kitehetitek gondolom a ICI-be is, mi az a Brilliant közösségbe is, úgyhogy hát ami eszembe jutott, azt elmondtam, ami nem, azt majd később pótolom. Köszönöm, hogy megnéztétek, szép napot kívánok nektek. Puszi, sziasztok!